az Evangélikus Gyülekezeti Házban Élőkövek címmel nyílt kiállítás január utolsó napjaiban. A dokumentum kiállítás a Székesfehérvári Evangélikus Egyházközösség életét mutatja be. Az Evangélikus Gyülekezeti Házban nyílt kiállítás az 1800-as évek közepétől napjainkig mutatja be a székesfehérvári evangélikusok történelmét. Dokumentumok, fényképek támasztják alá a gyülekezet megalakulását az 1860-as években, amikor még csak a várpalotai anyagyülekezet fiókegyházaként működött. 1869-ben végül önállósult a székesfehérvári közösség közel 300 taggal. A gyülekezet első lelkésze Németh Károly kitartó munkájának köszönhetően pedig 1873-ban felépült a közösség első imaháza a Megyeháza utcában. Egy templom építésének az igénye már ekkor felmerült, de ez csak 1925-ben kezdődhetett meg. A templom átadásának 70. évfordulója alkalmáról a közösség most egy dokumentum kiállítással emlékezett meg. Ez a kiállítás a Székesfehérvári Evangélikus Gyülekezetnek a történetét szeretné bemutatni, pontosabban a Székesfehérvár élő evangélikusok történetét, hiszen nagyon régre visszanyúló anyagokat tartalmaz. Elsősorban az egyházközség, másodszorban pedig a városi levéltár anyagából gyűjtött iratokkal szeretnénk bemutatni a gyülekezetünk életét és történetét. A kiállításnak az ad alapot időpontra, hogy ebben az esztendőben lesz az egyházközség temploma 70 éves, és ezért gondoltuk, hogy ezt az évet arra szálljuk, hogy a templomunkat, illetve a gyülekezetünket bemutatjuk. Míg az 1800-as évek elején még csak néhány evangélikus élt Székesfehérváron, ma már több mint 1000 család a közösség tagja. Az evangélikus gyülekezet Székesfehérváron a legkisebb történelmi egyház, nem egészen 1000 családot foglal össze, gyűjt egybe. Én úgy gondolom, hogy azért ennél sokkal több evangélikus él a városban, majd ősszel talán többet tudunk majd erről a népszámlálás adatainak ismeretében. Tehát a legkisebb közösség, de ez a kicsiség, ez egyben előnyt is jelent, hiszen sokkal családiasabb talán, mint bármely más, vagy az adottságai szerint törekedhet arra, hogy családias legyen. Az alkalmaink vasárnapi istentisztelet, ez a fő alkalmunk, ahol egybe gyülekezünk minden vasárnapon, és sok más korosztályos réteg alkalmakat tartunk, attól függ, hogy hogyan látjuk a szükségét, és hogyan jönnek visszajelzések. A legújabb ilyen körünk az egy bibliaiskola, fiatal felnőtteknek, illetve idősödő felnőtteknek is elmaradt hittanórák címmel, és próbáljuk bemutatni a keresztény tanítást. A gyülekezet elsődleges célkitűzése a közösségépítés, de a főbb tervek között említik a templom tornyának restaurálását, és készülnek az országos evangélikus találkozó megrendezésére is, melynek ezúttal Székesfehérvár ad majd otthont. Terveink azok ugyanazok, tehát egyetlen egy feladata van az evangélikus egyháznak, mint minden egyháznak, Krisztus evangéliumát hirdetni. Az a kérdés, hogy megtaláljuk-e azt a hangot és azt a formát, hogy a mai embert meg tudjuk szólítani. Ehhez kicsit a mai embernek a rugalmasságára is szükség van. Én azt gondolom, hogyha az angolokat meg szeretném érteni, akkor az angol nyelvet is megtanulom valamiképpen, vagy figyelek egy kicsit az angol kultúrára. Ugyanúgy azt hiszem, hogy aki szívesen az örökké valóság, a teljesség kérdéseit keresi, az megpróbálja megtanulni azt a nyelvet, amelyen a gyülekezet vagy a gyülekezetek évszázadok, évezredek óta igyekszenek kifejezni a kifejezhetetlent. A Székesfehérvári Evangélikus Közösség történelmét bemutató kiállítás február 19-éig tekinthető meg az Evangélikus Gyülekezeti Házban.